Tehát az önöké a szukakutya, és valószínűleg tüzel, nem? Vagy tüzelni fog? Nem tudom, mert nem olyan rég kaptuk őt is. És honnan kapták? Nem tudom, az is erre volt. Mondom, akkor bejött ennyi. Uh-huh. És mióta van itt? Hát nem olyan régóta. Uh-huh. Hát ahogy látom, ott az udvar alján ott nincs is kerítés, tehát ki be tud járni? Egy másfélbe költöztem. Ja, értem. Ki be tud járni a kutya? Hát persze. És Fatimének nincs egy kutya háza? Tessék. Fatimének nincs egy kutya háza? Ő a lányom a Fatima. Ja, de volt, csak Masnina. Tessék? Ott van, széjeszett az egész. Ja, hogy széjeszette. Persze. Na majd, ha hűvösebb lesz az idő, akkor érdemes neki egy újat készíteni, olyanból, amit nem tud szétszedni, persze, nem? Persze, csak egyedül így én ezt nem tudom, mert a párom jelenleg nincs itthon. Ja. És ő szokta megcsinálni. Hát persze, hogy nem hagyjuk. És a Masninak voltak már kis kutyái? Nem. Hmm. Nem. Hát most lehet, hogy lesznek. Örülök neki. De miért örül neki? Hát mert... Ja, ezt most akkor ironikusan mondta? Tehát, igen. Nem örül neki, mert hát egy Isten nem. Csapásának gondolja, hogyha születnek kiskutyák, hol lett a fekete közben? Elment, biztos megnézni, mi a helyzet a szomszédban. Aha. Hát akkor itt jár kell. Hívtak segítséget? Az önkormányzatnak szóltak? Igen. És ott mit mondtak? Azt mondták, hogy menjek be ott a közvetlenhez, a polgármester úr nincs itthon, mert Szekszárdon van, uh-huh. Hogy menjek be a Hajnikához, és akkor szóljak neki. Hogy itt van a kutya, hogy akkor mi legyen vele. És bement Hajnikához? Még nem tudtam bemenni, itt vagyok két pici gyerekkel, ja, nem tudok olyan könnyen futkározni, legyen hat hónapos, a másik 5 éves. És telefonon nem lehet elérni Hajnikát? Én szóltam már be, hogy én majd megyek. Ja, értem. Uh-huh. Hát itt vagy.